Hát a jó és a rossz összecsapásának lehetünk szemtanú, igen, látványos formában, és most megkérném Rajmondot, hogy fáradjon ide hozzá, mert lenne nem is egy kérdésem. Látom, hogy jó, kifáradtál a küzdelemben. Így van. Jó, megvárjuk, hogy még egy kicsit levegőhöz jutsz. Sok tanítványod volt ma? Gyakorlatilag, helyesbitek, én tanítványi, azon Ricsi tanítványai voltak, nagy részt, hogy ugye foglalkoztunk emberekkel, Ricsi kiemeltenül a kardozással foglalkozott, illetve azokkal, akik szerettek volna kardozni, tanulni. Értem. A leírás alapján nekem az jött le, hogy nektek az a célotok, a küldetésetek úgymond, hogy ugye akik magukra vesznek egy személyiséget, ne csak a ruhájuk legyen tökéletes, hanem mondjuk az adott fegyverükkel is úgy tudjanak bánni, ahogy az adott karakter. Így van, tehát például a Csillagok háború esetében ugye a film kedvéért egy kaszkadőrmester kidolgozta az összes Jedi mesternek a vívás stílusát, illetve az iskolákat. Ugye a Nick Gillard volt a koreográfusa az első három résznek, ugye nem a 4-5-6-nak, hanem az új prequel trilógiának, és ő először ugye az volt, hogy megkérte a George Lucas, hogy adja neki oda a forgatókönyvet, hogy kb. El tudja olvasni, történet, stb., és hogy megismeresse a karaktereket, milyen a beállítottság, és akkor elkezdett küzdő stílusokat írni a külön karakterekhez, és hogy egyre több karakter összeállt, végül is egy egész fénykardvívó rendszer kialakult az egészből. És akkor mondhatjuk azt, hogy ti ennek a rendszernek vagytok a mesterei? Nem, én egy tanítvány vagyok, látom. Elnézést kérek, bocsánat a tudatlanságomért, akkor ennek vagytok a tanítványai, illetve te tanítmány, téged talán már hívhatlak mesternek? Engem sem hívhatsz mesternek, majd mesternek valamikor nagyon-nagyon sok egy másik galaxisban. Lényeg az, hogy az lenne a célunk igazából, hogy akinek kedve van, vagy érez hozzá bármilyen nemű affinitást is, annak legyen módja tanulni, hogyan kell megfogni egy kardot, ha cosplayezik. És egy fegyver van a kezébe, az hogyan működik, annak a fegyvernek mi valójában a mechanikája, mit lehet vele megtanulni, hogy néz ki egy csata úgy, hogy hiteles. Tehát mi is persze készültünk egy koreográfiával, amit nehéz volt most így hirtelen megvalósítani, bevallom őszintén. Úgyhogy ezért megmutatnánk így pár vágás erejéig, hogy hogyan is néz ki egy olyan lassan egy mozgás, ami hiteles, illetve ami filmhű. A Ricsi megmutatna egy olyan mozgást, mint például a Force Unleashed játékból, amit egy az egybe a játékban lévő karakter csinál, illetve azokat a tipikus kard átforgatásokat, technikákat, amiket a Jedik, tehát a Qui-Gon mester, Obi-Wan mester, bármelyik másik mester a filmben ténylegesen csinál. Jó? Úgyhogy most mutatnám pár mozdulatot, hogyha ez nem probléma. Ne, pont ezt akartam kérni, akkor csak annyit kérdezik, hogy hova álljak, hova tartsam a mikrofon. Maradj itt, légy szíves elől, és ez egy ilyen... Egy picit kérném a villanyt egy nagyon kicsit lejjebb, és ez nagyjából egy 10-14 mozdulat lenne, amit olyan lassan fogom mutatni igazából, hogy milyen. Ami ezért meglehetősen látványos, és csak a sebessége meg kimondottan az. Jó, hát kíváncsian várjuk. Támadás, védekezés, kombináció, gyakorlatilag pár mozdulat oda és vissza. Annyi kérdésem legyek, hogy a jövőben csináljuk így, hogy mindig az elején ide jössze, elmondod, hogy mit fogtok bemutatni, és utána bemutatjátok, és akkor én itt biztonságban érzem magam szét. Jó, köszönöm szépen. Igen. Köszönjük, tehát ez lenne az a mondjuk egy ilyen koreografált harc, aminek harcértéke is van, tehát rendesen az életben működne. Állítások, támadások, védések, riposztok. Most ezek a mozdulatok a filmből jöttek természetesen, illetve az Obi-Wan mester, a Darth Maul és a Qui-Gon Jinn csatájából vannak, kivéve.